Na nézzétek, milyen kis szuper házikót csinált Florin apának, most hoztam haza Bukarestből, és apa nagyon szeret a kis madarakat, és mindig ad nekik inni, meg enni, és mondta Florin, hogy csináljunk neki egy ilyen kis házikót, és most feltettük ide a kerítésre, hát nagyon kis cuki, tetszik, bogár? Igen, isteni. Isteni, ugye? Nagyon szuper. Jöttünk ebédelni a bizárban. Nagyon hiányzott már a haltepertő, nagyon-nagyon fincsi. Itt vagyunk Ágitával és Karinnal. Jó étvágyat mindannyiunknak! Na hát sziasztok, üdvözöllek benneteket újra a csatornámon. A mai videó egy picit másként kezdődött. Hát megmutatom nektek, hogy telt a reggelünk itthon, családdal, a reggelizés, a kávézás, itt a gyönyörű udvaron, nagyon-nagyon szép virágai vannak anyának meg apának, és voltunk ebédelni Ágitával is. És utána meg elmentem körmözni, képzeljétek, nem műkörmetetem, nem gél körömlakkot, hanem ezt a köztest, hát nem tudom mi a neve, románul semipermanent, azaz nem két hónapot van a körmödön, és nem kell lecsiszolja a manikűrös, hanem meg tudod is oldani magadnak otthon körömlak lemosóval, egy kis körömreszelővel, és fogok venni magamnak olyan kis UV lámpát. Szóval én ezt meg fogom próbálni otthon, hát ha sikerül, mert a normál, egyszerű, sima manikűr sajnos nem tart több mint 2-3 nap, egy hét, és én szeretem nagyon, hogyha rendezettek a körmeim, és ez sajnos a natur körömlakkal ez nem tudom elérni. Amúgy a mai videó nem egy heti videó lesz, nem egy napi vlog, nem egy hétvégi vlog, hanem egy ilyen több napos videó, nem is tudom, hogy fogom elnevezni a mai videót, de a lényeg az, hogy azokat a dolgokat fogom nektek megörökíteni, ami szerintem érdekes lehet számotokra, ami érdekes nekem is, szóval így minden napból egy picit, ami úgy érdekesebb dolog, és akkor ebből fog megszületni a mai videó. Nem sokára megyünk Karinnal fotózni egy picit, és kb. Ennyi a mai napra, holnap találkozunk Ritával is, az egyik barátnőnkkel Budapestről, keresztanyánkkal megyünk ebédelni, szóval van itt program sűrűen, de nem bánom, mert hát ezért jöttem haza, legyek a családdal, a barátokkal, szóval tartsatok velünk! Na hát sziasztok, jó reggelt, már másnap van! Itt vagyok tesóval. Hello, tesó! Sziasztok! Még nem voltál benne a vlogban. Megyünk találkozni egyik kedves barátnőnkkel. Ő Budapesten él, és jött látogatóban Nagy Károlyban a két babával, és most megyünk velük találkozni, játszadozni egy picit, hát babázni, és később találkozunk Kerivel, megyünk ebédelni, és később bandázás Ritával, amit nagyon várunk már. Rég nem ült össze a család, szóval ez a mai program, de majd viszlek benneteket magammal. Lecsicsilünk! Fogjuk a kezed, vagy lejössz anyához? Jó, nem kell itt fogni semmit. Leesett a néne? Nem baj, anya felveszi. Kisár, ez az. Nem baj. Na itt vagyunk Ritáéknál, és ilyen fincsi levest adtak nekünk. Vacsorázunk, nagyon-nagyon fincsi a kis leves, és Ritát ünnepeljük, befejezt az egyetemet. De nem szeretném most, hogy szerepeljen, de majd később ráveszem. Ja, és mutassam meg nektek Puccut mindjárt. Egy pillanat. Tejétek, Puccunak az a sztoria. Csendesebben, Karin. Puccu sztoriát mesélem. Puccut képzeljétek, hogy nagyon rég találtam az utcán. Jó, adjál neki tünde. Puccu, mit kapsz? Puccu! Jaj, de finci! Nézd, mert óvatosan eszik, látod? Látom. Nézzétek, nagyon-nagyon sovány, de azért sovány Puccu, mert szült. És most Ritáék etetik, és ad neki enni, és itt van náluk az udvaron mindig, de na, nagyon lefogyott szüléskor, nem tudjuk, mi történt, de most kapja vissza az energiát, ugye, Puccu? Nagyon kis dagi volt, de nagyon dagi volt, Puccu! És akkor elérkezett a desszert pillanata, kis fincsi tiramisu. Rita csinálta, ezt el kell mondanunk. De jól néz ki! Amúgy tiramisu az egyik kedvencem. Gondoltam, gyorsan megmutatom, hogy öltöztem fel és hogy mi van rajtam, mert a kamerát sajnos nem tudom magammal vinni, mert egy ilyen pici övtáskát választottam végül az outfithez, és ebben nem fér bele a kamera, szóval gyorsan megmutatom, hogy mik vannak rajtam apa segítségével, mert megyünk a csajokkal fotózni, Karinnal és Ritával, teraszozunk, nagyon jó lesz, na jössz a puci? Igen. Az a lényeg, hogy beállok valahová, meglátjuk, hogy hol jó a fény, oda szerintem, és akkor így fentről lefelé filmezel, és elmondom, hogy mi van rajtam, jó? És ezt fogod látni. Te itt látod, bogár? Na, ez a Karini, ez a csóker, egy ilyen, mi ez, apa? Tudod?
Nem tudom, mi az. Amit a tengerből vadászunk, mi az? Mindjárt mondom. Csiga jut az. Csiga? Nem csiga? Egy pillanat. Anya, mi ezt, amit a tengerből szedünk ki? A tenger... Csiga. Csigának mondják? Ne. Kagyló. Kagyló. Nagy tengerészek vagyunk, igen. Nem tudom, honnan van. Ez a Karini amúgy. A húsomat is gyorsan megmutatom. Bobby Brown és Red. Red the News. Ez az árnyalat. Ez is a Karini amúgy. Ez az egybe overall tőlünk van a butikból 120 éve. Jó, a papucs. A csodálatos papucsom, a Zara Home. És gyere vissza a táskára. Ami úgy szintén Karini, és nem tudom megmondani, hogy honnan van. Szóval ez az outfit of the day. Csók nektek. Köszönöm, Bogár. Hello. Hello. És akkor most gyorsan felszaladok Ágicámhoz. Csináltam ilyen csokis ostyás sütit, és azt gyorsan felviszem neki, és utána a csajokkal parkba fotózunk, de majd úgyis sztoriba fogjátok látni. Mire ez kimegy, már a sztorinak úgyis vége, de mindegy, értitek. Na jó, puszi! Már hétfő reggel van, és képzeljétek, indulunk apával Szatmára, mert szeretnék egy pár fotót előhivatni, és egy ilyen albumot csinálni a Zumcsimnak, meg Florin tesójának. Ők voltak a nagykomák az esküvőn, és ez egy ilyen szokás, hogy szoktak nekik adni képeket az esküvőről, és ezeket melyek most előhivatom. Itt vagyok Bogárral. Beköszönsz, Bogár? Szevasztok, hello! Kis Bogarammal megyünk Szatmára, és kis ott teszünk, és teszünk Szatmáron, enni fogunk lehet valamit együtt, sétálok, benézek a Pepkóba, mert keresek albumot amúgy. Nem tudom, hogy a Pepkóba van-e album, ilyen fotóalbum, de körülnézek, szeretnénk valami kis szép esküvői fotóalbumot persze. Amúgy lehet, hogy egy picit össze-vissza lesz ez a vlog, ne haragudjatok, de hát ez ilyen. Nem voltam itthon 3-4 hónapja, bezsúfoltuk a sok programot, szóval, de azért ez szerintem érdekes lesz nektek is, kis chilles vlog, szóval tartsatok velünk! Megvan a két fotóalbum végre. Ez az Uncsimé lesz. Hát nagyon-nagyon jó volt, nagyon jó így visszalátni a képeket. Új, itt kihajtam egy oldalt. Nagyon-nagyon jó volt. Még egy párat amúgy előhívattam nekünk is, amúgy volt itthon persze, de azért még egy párat, mondom, legyen még extrában. És itt a másik is. Mutatom. Ő Florin tesója és a férje. Szóval itt is van nagyon-nagyon sok kép Florin szüleiről, családról. Na, nagyon büszke vagyok, hogy ezt megcsináltam. Szuper! Milyen nap van ma, Ked? Ja igen, Ked. Ma videózunk Karin csatornájára, itt van nálunk Ritus. Segített bevásárolni, mert tudjátok, ha nem tudjátok, akkor majd nézzétek meg. Van egy ilyen kóstolós, nem? Hogy olcsó-drága kajákat kóstolunk, és olcsó VS drága. Olcsó VS drága kajákat, és most megcsináljuk a második részt. Itt a kis batyú, valamit már láttam amúgy. De nem árulom el, hogy tudok valamit. Amúgy ilyen inkbe vagyok, ez egy About You-s ink, és tovább pedig már ilyen a dolog. Hát a Karinét inkább nem mutatom meg. Botrányos, hogy néz ki Karin. Mutasson, Karin! Mi? Hogy az ing után mi van? Ing, tökéletes, és akkor... Uramisten! Egy kicsit rosszabb, mint az enyém, de az enyém se az sokkal igazi. Sokkal rosszabb szerintem. Na jó, kész a setup, tesó? Egy pillanat. Egy állványt szerettem volna összeállítani magamnak a kamerának. Nekiállunk filmezni, és akkor figyeljetek, mi történt. Jaj, elhúztam az ideg. Az ideg. Az ideg, mindenkibe belejött az ideg, de hát ezt most gyorsan összeszedem. Hát ki gondolta volna, hogy ez, ha megemelem, itt szétesik. Borzasztó. Összeszedem egy pillanat.
kezdtük a videózás Karinnal és Ritával. Az egész család elhagyta a lakást, egyedül vagyok. Elég rossz idő van kint, esik az eső, ilyen 18 fok, hideg, és engem nagyon befolyásol az időjárás amúgy, mármint a kedvemet nagyon befolyásolja, és nem tudom, ha tudjátok, szerintem nem tudjátok, én régebben jógáztam, voltam egy pár órán ilyen jógatanárral, de hát akkoriban én nem fogtam fel a dolgokat, vagy úgy nem tudom, nem volt benéve az agyalágyam, vagy nem tudom, de most nagyon nagy kedvem van jógázni, tudom, hogy nagyon jó tesz a testnek, a léleknek, az agynak, meg úgy mindennek, és szeretnék újból jógázni, egyelőre itthon, és ezért be is tettem a tévé előttem amúgy a YouTube-on egy yoga for when you're in a bad mood, szóval amikor rossz kedved van, szomorkás a hangulat kint, szóval nekem se annyira jó a hangulatom, és gondoltam, hogy ezt most el fogom végezni, egy ilyen 35 perces yoga lesz, szóval kezdhetjük. Ezt a videót fogom most követni, yoga for when you're in a bad mood, és yoga with Adrian. Na lássuk, Adrian, mi a szitu? Kész vagyok, nagyon rosszul ment, nem kell pontozni a jógázásomat, tudom, hogy nem tudok jógázni, tudom, hogy nem jók a pózok, azért kezdtem el ismét, mert szeretném megtanulni, szeretném ezt csinálni, hát nem tudom mennyire fog sikerülni, én még próbálkozom, szerintem fogok menni egy ilyen jógatanárhoz is, ahol többen vagyunk is van egy jógatanár, szerintem nagyon relaxálós, nagyon kellemes, nagyon jól érzed magad utána, de bele kell jönni, kell tudni csinálni, kell tudni lélegezni, amit én nem tudok úgy, ahogy a kis Csajci kéri, meg ahogy szeretné ő. Sokszor elkap a röhögő görcs, ami persze ismét nem jó. Na mindegy. Lent hagyom a linket nektek az infoboxban, ha érdekel maga Csajcinak a YouTube csatornája, meg maga ez a videó lent lesz az infoboxban. A csaj nagyon jól mondja, nagyon szépen meséli, nagyon kis kellemes a hangja számomra, szóval megnyugtat, de hát nehéz. Na, ezeket a lélegző dolgokat nagyon nem tudom még. És úgy érzem, hogy nagyon lassú minden. Amúgy erről szól szerintem, hogy így lassan megnyugodni, elgondolkodni, kitisztítani az agyadat, a lelkedet, a szívedet, a testedet, a mindenedet. És én meg ehhez nem vagyok hozzászokva, én nagyon szeretem a pörgős edzéseket. Én nagyon sokat jártam konditerembe egy pár évvel ezelőtt, minden nap voltam konditerembe szinte 2 órát, volt személyi edző, mert úgy éreztem, hogy úgy jobban megy, és most ne úgy képzeljétek, hogy nem készültem versenyekre, szóval nem volt ilyen nehéz kilogrammok, amiket én felemeltem, de úgy kellemesen elfáradtam, és nagyon-nagyon jól éreztem magam, és sajnos ezt abba hagytam, nagyon-nagyon sajnálom, de hogyha 1-2 hétig megyek a konditerembe ismét, akkor úgy visszajön az egész vágy, és ismét fogok menni. Most vagy jógázni, vagy konditerembe, de szerintem a kettőt fogom majd kombinálni, leverül a kamerám. Na, megtaláljátok az infoboxban ezt a 35 perces yoga for when you're in a bad mood kis videót, és majd még jelentkezem később. Figyeljetek, milyen szuper cuccot hoztam el Ágicámtól. Voltam látogatóban, és persze mutatott még ezt-azt, de hát ezt nem bírtam otthagyni. Annyira szuper egy ilyen újságtartó, tudjátok? Hát magazinokat, újságokat kell ide tenni, fából. Nagyon egy vintage darab, szerintem Ágicának megvan több, mint hát nem tudom mennyi, de több 10 év, nem anya? Biztos, nem tudom. Biztos, 100%, mert úgy is néz ki. És hát imádom. Lassan 11 óra, de képzeljétek, mit működtem a konyhában. Hát nem túl guszta, nem is tudtok rájönni szerintem, hogy mi ez.
Amúgy ez a reszelt keksz, reszelt almával. Mama csinálta ezt nekünk mindig, és nagyon-nagyon szerettük Karinnal, és úgy megkívántam, nagyon rég nem ettem már, de most bepótolom. Nem tudom, ti ettetek gyerekkorotokban, és mit írjátok meg kommentben. Szerda van, és a családdal indulunk, képzeljétek, Nagykároly mellé egy farmra, az egyik ismerősünk farmjára, és vannak lovak, kisdisznók, meg ilyen kis állatocskák, szóval megyünk egy picit sétálni, ott ellenni a családdal, és később városozunk ismét, leülünk egy teraszra, vacsorázunk valamit, és kb. Ennyi, holnap már megyek vissza Bukarestbe, de még úgy is vlogolok nektek most a farmról. Már csütörtök reggel van, most videóztunk Karinnal az Avon csatornájára, YouTube csatornájára, majd nézzétek meg azt a videót, ilyen ombré ajkakat csináltunk, és utolsó nap itthon, tegnap isteni volt a farmon, teljesen másról, amire számítottam, egy kis farmra, kis disznócskák, lovacskák, egy kis séta, de hát egy teljesen más világba csöppentünk, mintha nem is lettünk volna itt Nagykároly mellett. Lent hagyom az infoboxban a Facebook oldalát a farmnak, ott körül tudtok nézni, hogy mi a szitu ott, és hogy mikor tudtok menni, mikor tudtok látogatni. Nagyon-nagyon megéri. Rolit mi már nagyon régóta ismerjük, és mindig szuper dolgokat csinált Nagykárolyban és környékén. Tényleg nagyon-nagyon tudom nektek ajánlani. Amúgy lehet, hogy a felvételeket, amiket bevágtam nektek, egy picit rázkódnak, de hát autóban voltunk ilyen safari túrán, éreztem magam, szóval mozgott a kamera többször is, de hát értitek a lényeget, nagyon-nagyon jó volt. Köszönjük szépen, Roli, hogyha látod ezt a videót, és mondom, a Facebook oldalat lelinkelem nektek az infoboxban, ott megtaláltok mindent. És mi lesz még a mai nap? Hát nem sok minden, búcsúzkodás a családdal, sok-sok kávé, a bájékkal persze, és este megérkezem Bukarestbe, szerintem ott fogok véglegesen elköszönni tőletek a mai videóban. Hát persze, hogy az este már nem köszöntem el, várható volt. Kint voltunk Flörnel a teraszon, beszélgettünk, a kutyikkal játszottam, szóval nem volt alkalmam elköszönni, szóval megteszem most. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, remélem, hogy tetszett ez az otthoni kis vlog, és találkozunk nem sokára egy remélhetőleg házasságunk vlog videóban. Sok puszi! Sziasztok!